arc- és testkényeztető programok, anti-aging, acfeltöltés, celluloid kezelés, testfogyasztás, mezoterápiával, profillifting kezelés, forró lávakőmasszázs, frizura készítés, hajápolás, telefon 361-889-4702, a honlapon keresse a www.annaszalon.hu. Újszülöttek dokumentumának beszerzése 06-36-35-69-13 vagy 06-26-323-811. Gyermekes családok centruma, Pomáz. Esküvők, rendezvények, színpadok díszítése élő és művirág kompozíciókkal. Telefon 342-87-26. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat, mint tudják, a reklám nagyon hasznos dolog, hiszen nem csak azért, mert reklám, hanem azért, mert a kultúrát a reklám által lehet szponzorálni. Például ezek a bútorok, a szőnyeg, a virág, mind szponzorálva van, a kalap. Úgyhogy kedves nézőink, ha látták a reklámban lévő címeket, akkor éljenek vele, hiszen ezek a dolgok, amik itt vannak, mind megkaphatók, és menjenek Annához, aki egyébként kitűnő szaktanácsadó, és az a kozmetika, amit ő ajánl az embereknek, hát az is csodálatos. Térnék, ez a külső-belső szépség. Külső-belső szépség. Ez mindig az én veszőparipám, hogy azzal, hogy egy krémet fölteszünk, vagy azzal, hogy egy kezelést megengedünk magunknak, azzal nem válunk szépé akkor, ha belső ráncaink nincsenek elsimítva, ha nem úgy táplálkozunk, ha nem sportolunk, ha nem járunk friss levegőre, és egyébként nem szeretünk. Ez így igaz. Hallgatlak, Edith. Szabad kérdeznem? Igen. Innen. Igen. Szobabicikli az jó. A szobabicikli az nagyon jó. Köszönöm szépen. Azt kell csinálni, hogy az ablak elé tenni, igen, és nézni a tájat közben. Edith, egy picit rólad többet szeretnénk megtudni, mert ugye azt említettem az előbb, hogy egykor sztár voltál, picit gyorsítjuk, mert megy az idő. Igen. Azt is tudjuk, hogy rengeteg filmszerepben láttunk, és Jászai Mari díjat nem kaptál, holott azért volt egy megszavazott külön díjat. Melyik filmért is kaptad ezt? Többször kaptam filmért. A legnagyobbat a Sandiman, ismeri a Sandimandit. Sücilával szintén, ugye? Igen, igen, Sücike, igen. A nagy barátság volt az is. Stanka is, olyan jó emberek élnek, még nagy színészek élnek. Bizony, akkor rengeteg főszereped volt, színpadi főszerep, például a Puk, Kocsma Jenny, Eliza, igen. Kleopátra. Igen. Ugye ezek mind-mind, kik ezek voltak a partnereid? Legjobban érdekes, tudom, hogy nem kell ezzel dicsekedni, de a Pinocchio-ba szerettem a tátos tücsköt. Na. Igen. Szívedhez közel állt? Nem ez tudom, hogy jó sikerült volt az egész, jó előadás. Nézzük a képeket például, mit látunk? Ja, ez a Rutka Éva, mával, Alfa Romeo és Júlia, azt hiszem, abban benne volt, nagyon sok hölgy volt benne, azt hiszem a Gábor Miki volt, nem tudom pontosan, Ajta Ibandi bácsi. Szóval, most, amíg majd látunk később képeket, meg szeretném kérdezni tőled, igen, hogy ugye nem kaptál különböző díjakból egyet sem. Feltetted-e magadnak a kérdést, hogy miért nem vajon? Nem, megmondták. Miért? Én tudom, de vagyok. És mi történt akkor? A Gáli úr, összevesztem valakivel, partneromban, igen? És mentem a fészekbe, és ott a Gáli Jóskával, Gáli József író, aki 56-os, volt, hát az egy nagyszerű író volt, és jó barát, jó partás, igen, és azt mondta, hogy jöjjek el, Élünk című lapot szerkesztette. Elmentem, miért ne? Aztán este megfáztam, és akkor hazajöttem, szóval nem volt egy érdekes dolog számít. Érdekes ügy, vagy valami. Abban, hogy szerettem a Gálit, szerettem az egész ügyet, tisztességesnek, becsületesnek tartottam, ennyi. És aztán mi lett ebből? Hát ebből az volt, hogy akkor valami, nem tudom, valami volt ott, valami, azt hiszem, nem gyilkosság, csak valaki, azt hiszem, egy ávóval volt valami. Ezt így, ott nem érezte, hát onnan tudtam volna. Azt hiszem, hogy ott meggyilkoltak egy ávost, és ott betemették a végén tudtam ezt megölni. Szóval valami olyasmit olvastam rólad, hogy perbe fogtak azzal a váddal, ugye, hogy egy forradalmi kiadvány
szerkesztőségébe te is benne írtó voltál. Írtó tetszett, mert azt írták, hogy szerkesztőség tagoltam, hát soha nem írtam. Hát, ilyenkor boldog az ember, amikor kitüntetik. Tehát azért, mert hát ilyen forradalmi bizottsági tagnak gondoltak, innentől kezdve gondolom, hogy nem kaptál különböző díjakat, de volt még egy ügy, amiről tudok. Ki volt az az úriember, aki a fenekedet meg akarta fogni, vagy meg is fogta? Acél. De nem fogta meg, hanem rá akart ütni, rá is ütött, de én meg a kezire. De hát nem, ő nem volt rossz azért velem. Hát Istenem, de hát ennek tulajdonított talán, hogy nem kaptál díjakat, mert igen. Semmilyen díjat nem kaptál, szinte el lehet mondani. És aztán állami nagyon díjat hosszú, nem kaptam. Állami díjat. És aztán nagyon hosszú szünet következett, és mostanában tértél vissza. Erről egy pár szót. Azt hiszem, ragályelemért kért fel egy. Most jutunk el a bolond nőtől a bolond asszonyig. Mi is ez a szerep? Jaj, nagyon, nagyon érdekes, és zseniális a film. Mit játszol benne? Hát egy bolond öreg lányt, aki valóban beszédhibás, kicsit bolond, meg ilyenek. Hát jó, hálás szerep. És gázsis szerep egyébként? Gázsis? Persze. Ez a lényeg, azért ez nagyon persze, fontos. Persze, a film az igen, az attól tudtam kijönni, hát a nyugdíjamból nem lehetett volna. És még valamit, amit fontos elmondani, hogy milyen jubileum is volt? Ja, 50 éve kaptam a diplomámat. És mikor itt volt a jubileum? Most volt. Azt hiszem, egy vagy két hónappal ezelőtt. Itt van a oklevél, ez az 50 éves. Rá tudtok menni, ott van látható, és látjuk a képernyőn. És itt vannak, öten vagyunk a 61 néhány emberből. És említetted, hogy ez az öt ember nem lett. És én vagyok az egyetlen nő. Igen, és említetted, hogy azokból egyetlen egy sem lett sztár. Illetve aki sztár lett, az Őze sajnos már... Halcs, már nem az nagyszerű, micsoda színész. Itt látunk a film. Itt a Krencsei Mari van velünk. Krencsei Mari van. Ezt nézd, légy szívesen, mert a képernyőn van. Ja, igen, itt, igen. Krencsei Mari az rendezői szakon végzett. Akkor Kutas Jóska, Fehéregyházi Tibi, ott van mellettem, az kint van Kanadában, és saját színháza van. Tehát kapcsolatban vagy akkor a régiekkel? Igen, 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 igen. Hát nem vagyunk olyan sokan, és egyedül végeztem lány. Hát ez akkor el voltál kényeztetve. Igen, hatan végeztünk, 6 fiú és egy lány. Hát Editke, azért egy pár dolgot megtudtuk rólad, de viszont igen. Azt nem tudtuk meg, igen. Hogy te gondoltál-e a jövődre, és kötöttél-e valamiféle biztosítást. És akkor itt vissza is térnénk a témához. Nem. Hanem... Mit lett volna érdemes Editkének kötni? Hát mindenféleképpen egy hosszú távú megtakarítást, ahogy az előbb említettem, ugye abban az időben fix volt a gázsi a művészeknél. Igen. Valamennyit mindig úgy félretenni, hogy ahhoz akkor sem nyúlok, ha nagyon muszáj. És bizony, hogyha eljött az a idő, és hál' Istennek eljött, nagy öröm számomra, hogy találkozhatom önnek. Ha ennyit szabad udvarolni, akkor én nagyon nagy hódolója voltam. És milyen csinos volt. Rendkívül. De miért? Nagyon. Komolyan, nagyon. Szóval. Hát bocsánat, hogy közbeszólok. Ki is volt az él? Bocsánat. Megmondhatjuk, Avar István, Kálmán György, élettársak voltak. Igen, szép. Micsoda óriási művészek voltak. Ezek csodák, csodák. Kálmán György imádtam. Tehát visszatérve itt. Avar az olyan ember, amilyen kevés van. Úgyhogy ennek köszönöm az életnek, hogy ez szép volt ez a része az életemnek. De a mai napig is. De otthon vagyok, én olyan jó meg, én soha nem unatkoztam az életembe, ez egy nagy kincs, nem? És ezt... egészséges, hál' Istennek, ez meg még nagyobb kincs. Nem. De erről fáj beszéltünk. A lábam. Na jó, hát egy kicsit nekem is fáj, az természetesen, de hála Istennek itt van, és jó egészséges. Igen. Sokáig így maradjon. Hát nem adom fel, miért? Ő még köthetne egyébként ilyen biztosítást az életkor? Hát az életkor alapján köthetne, ugye, mert minden hölgy 18 éves korában megállt, tehát onnan nem számoljuk az időt, igen, de a személyigazolvány alapján nem. Akkor egy picit, Anna, esetleg, ha megkérdezik. Igen, szeretném megkérdezni, és hogy beszéljünk arról is, hogy egy alkusz, az magányosként dolgozik, van egy szervezet, ahol dolgozik, tanít-e másokat. Én például ezt a részét egy picit ismerem, mert én is szakmaváltásban vagyok, és például én is a Weidinger úr egyik lelkes tanítványa vagyok,
Mert azt gondolom, hogy, és majd erre visszatérünk igazgatóról, én azt gondolom, hogy Magyarországon ennek nagyon nagy a létjogosultsága. Nem tanultunk, nem tanultunk pénzzel bánni, nem tanultunk jövőt építeni, nem tanultunk tervekben gondolkodni, nem tanultunk megszerkeszteni az életünket, és úgy érzem, hogy egy olyan időszak jött el, amikor erre most elengedhetetlenül szükség van. Te mit gondolsz erről? Hát nem tudom, hogy lesz-e annyi idő, hogy erre a rengeteg kérdésre válaszoljak, de mindenféleképpen az Alkusz cégek azok természetesen nem egy főből állnak, bár azt hiszem 2-3 ember már igazából létrehozhatna egy Alkusz társaságot, de nem ez a mi cégünk profilja, hanem az, hogy lehetőleg, és ez a gondolat remélem találkozik a egyik kérdéssel, lehetőleg minden egyes családba tudjuk elvinni a gondolatot legalább. Felmerült egy olyan kérdés, hogy most biztosítás-e ez, és mennyire biztosítás csak. Én azt mondom, hogy a biztosításnak nagyon sok ága van, de egy meghatározó ág, ez a jövőről való gondoskodás egy olyan speciális életjáradék típusú gondolatot ültet el az a környezetünkbe, és én nekem ez a rögeszmém, hogy ahova csak el tudunk jutni, mindenféleképpen próbáljuk meg felnyitni azt a kapcsolót a fejekbe, rávilágítani erre a problémára, hogy ne kerüljön kiszolgáltatott helyzetbe lehetőleg senki. Én azt hiszem, hogy mi, ha el tudunk jutni és el tudjuk mondani, hogy van egy ilyen lehetőség, egyfajta felelősség a mi válunkról lekerült, mert legalább azoknak szóltunk, akik közel állnak hozzánk. Természetesen van, aki ezt meghallja. Hál' Istennek egyre többen hallják meg. Van, aki meg bezárja a fülét, és azt mondja, hogy meg se érem, meg bármilyen kifogás mond. Hát ők lesznek azok, akik valóban segélyért fognak sorba állni az államnál, csak hát ügyenek azért magukkal hideg élelmet, hogy a sor, mire rájuk kerül, addig ne hújjanak ki. Én tudnék azért ellent mondani, mert az emberekben felvetődik egy olyan kérdés, hogy befizetem a pénzemet, befizetem, és nem csak, hogy esetleg meghalok és nem érem meg, hogy visszakapjam, hanem gazdaságos befektetés ez. Amikor elhúzzák azt az ominózus mézes madzagot, hogy mennyi, de mennyi minden előnnyel jár egy ilyen biztosításkötés, hogy hány millióval többet fogsz visszakapni, és ha meghalsz, akkor micsoda klassz biztosítás lesz. Hiszem, ha akarom. Ugye? Mert ha meghalok, akkor már ezt nem fogom tudni. Ugye, hogy ez valós-e? És én már túl vagyok egy ilyen biztosításon, és én most az ördög ügyvédje vagyok, de nem jártam nagyon jól. Nem jártam nagyon jól. Lehet, hogy itt a különbség akkor a biztosítás és az életjáradék között. És hogy mennyire, akkor hallgatom. Itt a különbség a biztosítási ügynöki üzletkötés és az Alkuszi üzletkötés között. Tudnélik, az Alkusznak az a dolga, hogy a létező legmegfelelőbb konstrukciót találja meg az ügyfél számára. Nem egy biztosítónak a termékét csúnya szóval erőlteti, hanem egy választékot kínál. És a legfontosabb kérdés számomra ebből kifolyólag a biztonság kérdése, hogy ha elkötelezem magam egy hosszú távú megtakarításnál, akkor nekem a legfontosabb szempontom, hogy látom-e ezt a pénzt valaha, látom-e ezt a pénzt megtérülve valaha. Egy Alkusznak erre sokkal nagyobb rálátása kell, hogy legyen, hisz ez a szakmája. Bizony, a legfontosabb kérdés nem az, hogy kell-e valamilyen program, mert az már rég nem kérdés. Az a kérdés, hogy melyik legyen ez a program. És ebben van az Alkusznak óriási felelőssége és feladata, hogy azt a konstrukciót tegyük le az asztalra, ami után nem egy keserű szájíz marad meg, hanem az, hogy köszönöm szépen, hogy szóltál. És mi ebben bízunk, hogy ez így lesz, mert a mi megtakarításaink azok a futamidő végén ilyen elégedettséggel zárulnak. Nagyon sok tapasztalatunk van erről. Kedves nézőink, hogyha önöket érdekli ez a program, akkor természetesen műsor után, ha telefonálnak, a telefonszámom megtalálták a reklámban, vagy a Budapest Televízióra esetleg betelefonálhatnak az én nevemre, akkor én meg tudom adni, hogy hol találják meg az urat, vagy Annát, legfőbbképpen Annát, és akkor több felvilágosítást tudunk erről adni. Igen. Érdemes, mert természetesen ez korfüggvény is, ugye? Másmilyen fiatalkorban, másmilyen idősebb korban a kedvezmény, az összeg, a kifutási idő. Ugye? Természetesen az életkor meghatározó. Minél előbb, annál jobb. De hozzáteszem, hogy akár még 65 éves korig partnerek tudunk lenni.
akkor is lehet még kötni. Még akkor is lehet kötni, és ez talán egy jó hely, vagy pozíció, hogy ezt itt el tudom mondani. Nagyon szépen köszönjük, most pedig szeretném, hogy jobb kedvünk legyen, egoista módon a kicsit több bejátszást hoztam ezen a borongos időben. Még egy bejátszás következik a koncertemről, ahol is senki másért nem adnálak téged én, önöket természetesen, és az itt jelenlévőket is, és a partnereim pedig Izsák Zoltán tanítványai. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat. Edithkével beszélgettem, és említette, ő nem panaszkodik, ő nagyon jól van. Kérdeztem, hogy van-e valami gond, valami probléma. Mit beszéljünk meg, és azt mondta, ő nagyon jól van, és felcsillan a szeme. Tehát jól vagy, elégedett vagy. És hogyha nem vagyok jól, akkor is jónak kell lenni. Hát mit tényleg vele a panaszkodok? Van-e valami filmszerep, vagy valamilyen szerep mostanában? Filmeztem, igen. Amit említettél, de valami színház szoktak-e hívni? Színház nincs, hát már kiöregettem. Bár vannak idősebbek is még színpadon, hát hogy ne. Hát nincs. Az én korosztályom dolgozik. De már nincs is olyan, mint én.
De. Na hát azért annyira öreg. De hála nem Isten. Kell magad ennyire öregíteni. Nem vagy azért. Az az igazság, az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Mit Igen. mondhatsz magadról? Sikerült? Elégedett vagy? Azért vagyok elégedett, hogy nem vagyok elégedetlen. Most ez nem viccnek szántam, komolyan mondom. De ez tényleg így van. Nagyon bölcs mondás volt. Nagyon. Tényleg? Igen. Néha nagyon adtak forintot. Ez nagyon. Régebben adtak, hogy valahol jót is mondtam. Nagyon jó. Anna, azt szeretném még kérdezni. Igen, azt akartam megkérdezni Weidinger Józseftől, hogy milyen szempontok szerint választ egy alkusz cégeket, akikkel dolgozik. Mik a fontossági sorrendek? Beszéltünk már az előbb, a biztonság, ez a legfontosabb. Uh-huh. Mi alapvetően olyan körbe dolgozunk, nem idegen körbe dolgozunk, hanem elsősorban a közvetlen környezetünkben, és nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy egy olyan programot ajánljunk, amely program után x idő múlva szégyenkezve kellene kullogni az utcán. Tehát számunkra a legfontosabb az, hogy 1000%-os biztonsággal, magunkon kipróbálva, magunkkal fémjelezve, azt merjük mondani, hogy ide nyugodtan oda tedd a készjegyedet. Mert ez a program meg fog neked térülni, te ezt emelt fölvel és tiszta szívvel fogod megkapni. Hát ez az első, és erre építkezik minden. A második szempont természetesen a biztonság mellett a nyereség, hogy elégedett lesz az ügyfél, azt a pénzt kapja-e, azt a nagy nyereséget fogja kapni, amiről beszélünk, tehát a biztonság nyereség igazából kéz a kézben jár, és nem utolsó sorban a szolgáltatás, mert senki nem gondol arra, hogy történhet valami, de hát az élet az nem kérdezősködik, egyszerűen csak szólnak, hogy most, és akkor el kell köszönni. Igen. Az, hogy mi nem tudjuk meg, hogy az életbiztosítás az segít, nem segít, vagy valóban az az összekerül-e kifizetésre, ugye az előbb Edith említette. Én úgy gondolom, hogy ha jó céget választunk, akkor fillére pontosan tudjuk, hogy mekkora védelmi összeg lesz az, ami rendelkezésre áll a családnál, és ez az egyik minőségi eltérés társaság és társaság között, hogy ha baj van, de csak akkor. Valóban egy ilyen bagó kerül oda kifizetésre, vagy pedig lenne egy európai szintű biztosítási összeg, biztosítási védelem, aminek komoly súlya van, és itt most nem 500 ezerekről, hanem súlyos 10 milliókról beszélek, mert az valóban támasz és segítség. Még egy rövid kérdés, légy szíves, Anna. Igen, az lett volna a kérdésem, hogy mit tanácsol a családoknak Weidinger József? Mi az, amit először megfontoljanak, amikor befektetésről, vagy biztonságról, vagy biztosításról, vagy életjáradéki programból beszélünk? Hát a családoknak mindenféleképpen azt a konstrukciót érdemes választani, amikor együtt, egy csomagban van benne minden, a saját boldogulás, és hát esetleg, ha közbeszól az élet, akkor a családról való gondoskodás. Túl ezen érdemes a családok támaszainak, oszlopainak arra is odafigyelni, hogy ezek az úgynevezett rettegett betegségek, amennyiben előkerülnek, akkor sajnos minden megáll. Elvesztődik a munkahely, az ember tolókocsiba kerül, és akkor hogyan tovább? Ezekre is tudunk olyan megoldásokat kínálni, hogy emberi életet megélve, és én ezt idézőjelben mondom, mert azért az már nem egészen olyan 100%-os élet, de legalább a körülményeket meg tudjuk magunk számára biztosítani. A gyerektől tényleg a nagyszülőkig minden életkorra tudunk valamilyen konstrukciót kínálni, ami biztonságos, ami nyereséges, és valóban, ha szükségeltetik, remélem soha, de ha szükségeltetik, akkor a szolgáltatás minősége az valóban egy európai szintű védelem. Hát kedves nézőink, ez igen érdekes. És biztos, hogy nagyon sokan kötnek biztosítást, vagy kötnek életjáradékféle forma biztosítást, szerződést, ugye, mert az már nem az szerződés, ugye? Ha életjáradékot szeretnénk, akkor szerződést kell kötni. Természetesen. És a biztosítás, akkor biztosítást kötünk. Az is szerződés. Na most én azért egy
figyelmét szeretném a nézőknek felhívni, és bocsánatot kérek, de ha én valamilyen szerződést megkötök, akkor az apró betűket is mindent elolvasok. Bizony. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, mert lehet, hogy azokban az apró betűben, sorokban vannak azok a dolgok, amiket talán előlünk akarnak eltüntetni ilyen apró formába. És higgyen, nagyon sokan gondolnak erre. Miért olyan aprók azok a betűk, amikor az előnyös dolgokra olyan szép nagy betűkkel felhívják a figyelmet? Itt a pénzünkről van szó. Így van. Én nem hiszem, hogy vannak apró betűk a biztosítási szerződésekben. Betűk azok valóban vannak, hiszen minden, a törvény előírja, hogy mindenre kiterjedően nagyon részletes szabályozás van, sőt, az ügyfélvédelem talán a mi országunkban, Európában a legnagyobb hangsúlyt kapott, hiszen előtte szigorúan ügyféltájékoztatási procedúrák vannak, hogy mi az, amit el kell mondani. Igazából nincs olyan, amit nem kell elmondani, föl kell hívnunk mindenre az ügyfelek figyelmét, meg is tesszük, de őszintén megmondom, nagyon sok évnek kell eltelni ahhoz, hogy szakmailag is felkészülten értsem is, hogy mit mondok. Az ügyfél itt kerül csapdába. Lehet, hogy hallja, lehet, hogy viszont nem érti, mert nem az a szakmája, nem érti pontosan, hogy miről beszélünk. És itt jön megint az alkus szerepe, a tanácsadó szerepe, hogy olyat válasszunk, aki meg tudja magyarul értetni bizony, velünk a van. Lényeget, és ha jól választunk alkuszt, jó helyre tesszük a bizalmunkat, és bízunk benne, akkor én biztos vagyok benne, hogy azt a programot fogja tenni az asztalra, amitől nyugodtan lehet aludni oda-vissza. Hát, ha újra kezdeném az életemet, alkusz lennék, kedves nézőink, minél többen legyenek alkuszok. Sajnos műsorunk végéhez ért, mai vendégem volt Sós Edit, és nagyon nagy szeretettel és fogadtuk, és örültünk, hogy itt volt, és a nézők is, gondolom, is örültek, hogy újra láthatták. Vendégem volt Beidinger József, akitől nagyon sok hasznos tanácsot megtudhattunk az életjáradékkal és az alkusszal kapcsolatban, és Anna pedig ma az életmóddal kapcsolatban nagyon kevés választ adott a nézőknek, de viszont szerintem lehet, hogy ő is nagyon jó alkusz. Kedves nézőink, most pedig búcsúzom önöktől, találkozunk jövő héten kedden, legyenek akkor is velem és sztár vendégeimmel. Most pedig nézzék meg a finálét az Erzsébet napi koncertemről, ahol Anna szintén fellépett, és igaz, hogy csak a fináléban vesz részt, de ott volt. Búcsúzom önöktől, a viszontlátás a jövő héten kedden. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen. Viszont. Ugye? Gyertek szépen! Nagy tapsunk nekünk! Nem hagyományos, nincs hagyományos zenei és képtársadok! Kapás Tamás úr már itt van! Kózsa egyik szintén! Szépvárok eljárat, mi van esetemére! Kapáska! Hölgyet nem mehet nagyon ki. Itt a máj magukat, így kifutott, de akkor úgy kéne a balhúzta a hölgyére. Itt van! Zsóka, Huszár Zsóka! Akit a bizony bennünket nagyon sok minden műtőről. Nagyon színesen, nagyon sok oldalon is, tényleg attraktívan megajándékozott. Nagyon köszönöm meg a Zsókát.